A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta működő szervezet, mely minden évben az ország más-más településén tartja meg a hagyományaiknak megfelelően szerveződő vándorgyűlést. Az első vándorgyűlésünket 1970-ben tartottuk. A vándorgyűlés az Egyesület életének az az ünnepi pillanata, amikor az Egyesület által alapított kitüntetéseinket átadjuk. Az Egyesületünk nagy múlttal rendelkezik, 42 városban van csoportunk, mint már mondtam, 55 éve alakult. Azóta megalakítottuk a Széchenyi Ferenc jutalomérmet, ennek van 3 ezüst fokozata, plusz 1 arany. Ezeket az éremütő egyesületi önkéntes munkáért adjuk át. Van egy bronz fokozat, mely rá van bízva, hogy a helyi csoportok vezetői tüntethessék ki a helyben dolgozó embereket. Ahhoz nem kell semmiféle központi határozat, míg ezeket az elnökség országos küldési határozatban adja át. Ezen kívül a vándorgyűlésen van az Unger Emil jutalomérem, melyet a tudományos munkáért, a szakírói munkásságért adunk át. Én Esztergomból jöttem, Esztergom már tartott 73-ba, 92-be és 2019-be is. Örülök, hogy végre egy olyan városba, Pakson, ahol még nem volt vándorgyűlés, olyan helyen tarthatjuk meg itt a Tolna megyében, megemlékezve ezzel a Tolna megyei csoportnak az alakulásáról is. Itt a vándorgyűlési érem mellett egy kísérő érem is elkészült, Szabó Tamás érem verdéjében, annak lesz itt a bemutatója. Az éremgyűjtés sokkal több, mint egy hobbi. Az éremgyűjtés az egy nagyon régi dolog. Magyarországon valamikor a numizmatikai társadalat 1901-ben alakult, de már előtte is nagyon sokan foglalkoztak éremgyűjtéssel. De visszamehetünk akár már a régen, a római korban is nagy divat volt az antik érméknek a gyűjtése, de már a görögöknél és a görög városállamoknak és a kereskedelemből származó érméket már akkor is gyűjtötték. Ez egy nagyon régi tudományos elfoglaltsága az embereknek, mert föltárja a múltat. Ugye a numizmatika a történetnek egy segédtudománya, és mivel ezek a pénzek régen ugye hosszú ideig forgalomban voltak, némelyik évszázadokon át is, mert a magyar középkorban, a középkori aranypénzeknél nem azt nézték, hogy mi van ráírva, hanem maga az anyaga volt az érték. Tehát előfordulhatott, hogy egy Károly Róbert vagy egy Nagy Lajos arany még a Mátyás korban, vagy még később Habsburg királyaink alatt is forgalomban volt, mert az anyaga tartotta az értéket. Nagyon gazdag múlttal rendelkezik, hisz a kelta kortól, a római koronnát, az Árpádházi és a később a vegyesházi uralkodókig mindig olyan nagy mennyiségbe kerül elő a földből, melyet bevisznek a múzeumba, de a múzeum nem tart rá igényt, visszaadja a gyűjtői körbe, hogy az embereknek ez egy ilyen kialakult, nem azt mondom, hogy befektetés, egy ilyen tudományos érdeklődést fölkeltő befektetés lett ebből az éremgyűjtésből. Ezen kívül ugye az első világháború után volt egy borzasztó infláció. Nagyon sok inflációs pénz, nagyon sok helyi pénz, tehát nagyon sokféle, nagyon szerteágazó az éremgyűjtés. Nem csak itt az antik pénzekre kell gondolni, hanem a mostani modernekre. A Magyar Nemzeti Banknak 1968-ban lett egy emlékpénzkibocsátási programja, hogy a minden évben megemlékezve híres tudósokról, irodalmárokról, művészekről emlékpénzt bocsájt ki. És ezeknek a gyűjtését csak szervezett formában tudták annak idén elődeink elképzelni, így adtak rá lehetőséget, ezért alakult meg 1969-ben a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Bár már előtte is voltak nagyon sok helyen, vidéki városokban, művelési házak támogatásával, ilyen kimit gyűjt csereklubok, tehát csak az Éremgyűjtők Egyesülete ezt összefogta. Szabó Tamás éremverő, aki felmenői már 1930 óta ezzel foglalkoztak, elmondta nekünk, hogy a mai alkalommal prezentált két érem miért annyira figyelemre méltó. Ez egy különleges érem, egyrészt annyiból, hogy eddig közel 150 szobrásszal dolgoztunk együtt. Ez az első olyan érem, amit az éremgyűjtőknek mi készítettünk, tehát nem szobrásszal. Ennek két oka volt, egyrészt annyira konkrét mintát adtak az éremgyűjtők, hogy mit szeretnének rajta, ez adta az egyiket, a másik meg egy teljesen új technológiát mutatunk most be, hogy Magyarországon először jelenik meg az éremgyűjtőknek egy színes érem, ami egy pár éves technológia, amit az angol pénzverő mutatott be, vezetett be két-három évvel ezelőtt, és most ez az első alkalom, hogy színesbe jelenik meg. Külön érdekesség, hogy az érmen két iniciáli jelenik meg, a két királya, akik Szekszárdhoz és Tolna vármegyéhez köthetőek, és ennek van egy színes változata, kíváncsian várjuk a reakciókat, hogy milyen lesz.
Lenkei István már gyermekkora óta hódol a numizmatikának. Minden gyűjtőnek van valamilyen kedvenc darabja. Nekem a kedvenc korszakom az Árpádház érem kibocsátása, illetve éremverése, érméi. Ezeket gyűjtöm, elég nehéz terület, de rengeteget kell hozzá tanulni, olvasni, úgyhogy nagyon jó. A Tolna Vármegyei Szervezetnek 29 tagja van, és minden hónap második szombatján tartják összejöveteleiket a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol lehet csatlakozni hozzájuk. Nyáron elnökünknek, Király Józsefnek a bogyiszlói jelvénymúzeumában, mert neki van egy jelvénymúzeuma a Jóskának, amit magánmúzeumként alapított több mint 10 évvel ezelőtt, európai hírű, azt is látogatni lehet, tehát minden nyáron, július-augusztusban és talán szeptemberben is menet közben nála tartjuk az összejöveteleket. Úgyhogy egy nagyon jó csapat, az élet és a szakmák különböző területeiről jöttek össze a gyűjtők, és ez a szép benne, hogy más-más érdeklődési emberek, vagyis más-más munkát végző emberek ugyanezt az érdeklődési kört művelik. Az 54. vándorgyűlés Pakson lesz május 1-én. A helyi Vármegyei Egyesület megalakulásának 40. évfordulóját tartja idén, emiatt kerül az országos rendezvény első alkalommal Tolnába. Paksot azért választottuk ki, mert ország közepe, mondjuk így, mindenhonnan nagyon könnyen elérhető, ha meg lesz a Kolocsai híd, akkor a túloldal is még inkább elérhető, és a kettő éremcserét tartottunk, őrzét tartottunk tavaly és tavaly előtt, és akkor a sikere volt, hogy kérték, hogy ismételjük meg. Tehát most olyan szerződésünk van az ESZI kuratóriumával, hogy a következő 3 évben is minden május 1-én Pakson lesz a bőrzet.